Hello emberek, és szevasztok, én Martin vagyok, és ebben a videóban be fogom mutatni. Nem ebben a videóban, de egy egész sorozaton keresztül meg fogom mutatni, hogy hogy hozzatok létre szervert, és pluginokat, szigeteket, mindent. Na most, nekem már 2 év ezelőtt is volt szerverem, és akárki, akármit mond, én azért értek a szerverekhez. Hát kezdjük is el. Először is lesz egy link a leírásban. Ez. Kijelentkezek. Na, erre kell majd rámenjetek. Na, ott egy usernévet, most gyorsan csinálom, csak valami hülyeséget beírok, hogy valamit eljussak. Itt e-mail és jelszó. Majd bejelentkeztek. Akkor rögtön vagy ide fog bedobni, vagy ide. Na most itt az, ott a névhez, ugye username-hez, azt kell írni, amit majd ide akartok, tehát az IP-hez, mert azt fogja oda tenni. Sátok itt egy ilyet. Ha nektek nem ez lesz, azt mondja, hogy 10 játékos lesz nektek. A szoftvernél nektek vanilla lesz. Na most mindent, be kell állítani. Lesz itt, baloldult egy olyan, hogy options, beállítások, akinek magyar beállítások, akinek angol options. De a slotokat szerintem tegyétek fel szádra. Most attól függ, hogy milyen szervert akartok, mert én Skype PvP szervert fog csinálni, de ugye én már ezt megcsináltam, ezért csak bemutatom. Slotokat tegyétek százra, aki Skype PvP-t akar, csak az nézze innentől tovább a sorozatot. A Game Online Adventure, mert ez Essentials nélkül fogjuk megoldani, mert én ahhoz nem értek. Pedig tudom, hogy alap. Difficulty peaceful legyen. A whitelist-et kapcsoljátok ki, majd akármikor be tudjátok kapcsolni. A PvP az legyen. Commandok legyen. Állatok ne. NPC-k azok legyenek, mert majd egy fontos pluginhoz kell. A cracked az legyen. De ugye ezeket úgy megtaláljátok csak magyarul. Nem biztos, hogy mindenkinek magyar a crack. Achievement, én már kikapcsoltam, de visszaraktam a rendba. De lehet ez is, mert NPC-t is kikapcsoltam, de mindegy. A fly az biztos, hogy ne legyen, monsters ne legyen, nether az tök mindegy. És a spawn protections, vegyétek le nullára, hát igazából én is megtettem már, de visszament, nem tudom, szólt ilyet. Szóval lesz egy, hogyha ez megvan, újra töltitek az oldalt. Hogy úgy maradt, ahogy beállítottátok. Hát most nekem sikerült. Jó, menjünk tovább itt bal oldalt. Az options alatt lesz egy új szoftver. Nektek vanilla lesz, de Craft Bucket. Mesteremcihez lesz szerver. Ezért 1.12. Ha ez megvan, kész lesz egy pipa, egy zöld ablakkal, meg is mutatom. Ide rá kell kattintanatok, így már megtettem. És akkor Bucket lesz. Players. Itt OP-zod magad. Már megtettem. Fájlok még nem kellenek. Áttérünk a pluginokra. Oké. Na, itt nem hiszem, hogy innen kell valami, hanem kikeresgetjük, kezdjük is. A World Edit az első, amit mi kell nekünk. De erre menjetek. A bal oldalt középsőre. A következő, amit én kikerestem, hát már nem is tudom, hogy melyik az, de prefix, nem tudom, az a baj. Majd megnézem és leírom a leírásban, hogy nekem melyik van meg. Tudjátok, a prefix az, amikor a nevetek előtt, szufix az, amikor a nevetek után lesz egy szó, amit beírtok. Na, következő plugin, ami nagyon fontos, hogyha normális design szeretnétek, az a... hoppá, hát ezt elfelejtettem, de megnézem gyors. Fájlok, itt fogjátok majd a fájlok közt megtalálni. A Citizens, Ami, amelyik... Ez kell majd nektek. Tudjátok, amivel spawnon tudtok, vagy akárhol tenni skineket. Hát ez kell lenni fog.
Utána visszajönünk a pluginokhoz, kell még valami fontos nekünk. Hát prefix, word edit, citizens. Hát nézem, nekem vannak-e még más pluginok. Easy set spawn. Annyit kell bírni, hogy set spawn, és az easy set spawn kell. És nálam a prefix chat manager van, az kell. Prefix chat manager. Publish permissions, publish permissions X kell. És a color chat és color science, hogy ha szép szervert akartok. Ezek fognak kelleni. Jó, hogyha ezek megvannak mondjuk a Words-be. Igazából lehetne csalni, de mivel lesz Word Edit, ezért saját kézzel fogjuk csinálni a szervereket. Word Edit-tel is. Generate. És itt ezt, és ezt át kell írnunk flatre, nagy betűvel flat. Tehát így, mind a kettőt, ezt is, meg ezt is. Akkor lesz normális Skype lépés. Na most. 400. Bucket 1.12. Most már fel tudtok menni a szerverre. De ezt majd egy következő videóban. Én Martin voltam. Tetszett a világot is, iratkozz fel. Nem sokára jön a következő rész. Sziasztok!